Drága mennyi atyánk, dicsérete és hálaadása fordulunk hozzád azért, mert gondot viselsz rólunk. Köszönjük szépen, hogy eddig voltál velünk, és adtál ilyen lehetőség, hogy tanuljunk a Szent Ígédet. Kérjünk, hogy légy velünk, küldd meg a Szentlélek, hogy legyen velünk, hogy tudjunk teljesen érteni a Te Ígédet, hogy tudjunk megfelelően képviselni téged. Bocsáss minden bűneink. Köszönjük szépen, hogy hallgattál mánkat. Krisztus nevében fordultunk hozzád. Amen. Az ma áhítat, az alap íge. Keresünk a Jobb könyvében, Jobb könyv 14. fejezetének első verse és második verse. Jobb könyve 14. fejezetének első verset és második verse. Olvasom. Az asszonytól született ember rövid életű és háborúságokkal bővekedő. Második verse, mint a virág, kinyílik és elhervad, és eltűnik, mint az árnyék, és nem állandó. Ez Biblia vers nagyon csodálatos, és ezért szeretném kicsit erről beszélni, ez a Biblia versről. A bűn szokossága miatt Isten eldöntötte, hogy lerövidít az ember életét 120 esztendőre. Azért, mert nincs értelme a hosszú életnek, ha az alatt valaki nem ismerte Istent, az Urának, és teremtőjének, aki egyedül méltó tiszteletre. Ha valaki akár 100 év, vagy 120 év, és az alatt nem ismerte Istent, alak életnek nincs értelme. Nem az a lényeg. Nemrég olvastam a magyarországi átlagos élettartamról. És nagyon csodálkoztam, hogy a férfiak csak 70 és 71 évig élnek. Ez valaki mondta, hogy ez talán nem igaz, de az én olvastam, hogy csak 70-71, nem tudom, hogy még eddig igaz, és a nők 80-90 évig élnek. És ez szerint nem hosszú évig élünk a világon. A második bibliavers szerint az emberi élet olyan, mint virág és árnyék. És más helyén a Bibliában találhatunk az, ahol a Biblia hasonlítja az ember élet, mint a fő. De itt ez hogy az ember élet, mint a virág és árnyék. De szeretném kérdezni, mik az a virágnak és árnyéknak a jellegzetességei? A virág, tudjunk igen, hogy a virág szép, de gyenge és törékeny. Az árnyék pedig ingadozó és ideiglenes, nem állandó. Ilyenek vagyunk. Igen, Isten
Csodálatosan és szépen megalkotta az embert az ő bölcsességével és hatalmával. Mi is, igen, ahogy nézem arcunkra, szépek vagyunk. Igen, szebbek, mint a virágok, külsőleg és belsőleg. De be kell vallanunk, hogy gyengék és törékenyek és mulandóak vagyunk, mint a virágok és árnyék. Nem élünk sok esztendőt ezen a világon. És nem az számít, hány évig élt egy ember a világon, hanem hogy elismerte-e Istent az életében. Ez a legfontosabb dolog. Az édesapám hosszúig élt, 122 évig élt, és igen, hála Istennek, hogy elismert Istent az életében, és ez nagyon fontos, akár 20 évig vagy 50 évig valaki élt, az a lényeg, hogy ő ismert el Isten az életében. Kedves barátaim és testvéreim, minden áldott és múló nap az életünkben az Isten ajándéka és lehetősége, hogy számunkra a megtérésre. Minden nap. Isten nem azért ébresztett fel bennünket ma reggel, hogy azon gondolkodjunk, milyen reggeli lesz ma. Nem azért, hogy plikálkodásra, vagy trifálkodásra, bohockodásra, és minden felesleges és mulandó dolgokra pazaruljunk az időt. Az idő nagyon fontos, és értékes, és jó kell használni az időt. Nem azért, hogy nyaraljunk, táborozunk, és jó érezzünk magunkat. Nem azért, hogy a legjobb altunk legyen, a legjobb házunk, legszebb ruháink, diplománk, állásunk, feleségünk, férjünk, vagy gyermekünk és unokáink. Ezek a dolgok jók. Nem, hogy nem jó, de nem azért élünk itt a világon. Isten eddig gondot viselt rólunk azért, hogy legyen egy még esélyünk elismerni őt az életünkben. Ez az, azért vagyunk itt. Azért Isten felébreszte minket ma reggel, hogy legyen még esélyünk elismerni őt az életünkben. Úrunkként és megváltónkként. Hogy legyen még lehetőségünk kutatni és tanulni Istenről és igazságáról. Ezzel kapcsolatban, ezzel a téma kapcsolatban szeretném idézni egy jó ismert magyar közmondást, amit a magyarok azt mondták, hogy a jövő bizonytalan. Senki nem tudja, mit lesz holnap. És ha ez igaz, akkor azt mondhatnám, hogy nem szabad hallgatni az Isten elismerését az életünkben. Ma még van előttünk kiváltság egy jó tudást nyerni Istenről. Még egy lehetőség felhívni őt, hogy jöjjön be az életünkbe, hogy irányítsa minden gondolatunkat, minden lépéseinket és minden cselekedeteinket. Még van lehetőségünk ma felhívni őt, hogy jöjjön be az életünkbe. Azért vagyunk itt. Hogy felismerünk, és hogy elismerjük Istent, és megismerjük itt, mert ez nagy különbség van elismerni valakit, és megismerni őt. Ezsás ezért írja a könyvébe a 55. fejezetének 6. verse, keresétek az Úrat, amíg megtalálható, hívjátok őt,
segítségű, amíg közel van. Talán holnap Isten nem lesz megtalálható. Talán holnap nem ébredhetünk fel megint. A halogatás nagyon veszélyes és kockázatos. Zárásként olvasunk a Jelenések könyvéből a 24. fejezetének 4. verse. Jelenések könyvéből 21. fejezetének 4. versét. És az Isten eltörő minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többi. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többi, mert az elsők elmúltak. Mivel az ember élet rövid, mulandó és tele van háborúságokkal, Isten örök életet szeretne ajándékozni nekünk. Nem akarja, hogy egy ember is a kárhozott állapotba kerüljön. Nem akarja. Azért adta ezt a lehetőséget, hogy hallgassuk a Szent Igére. És ezáltal megtérve forduljunk hozzá teljes szívvel. Kedves táborozók, ami nagyon fontos az életünkben, és csak egyetlen dolog, amit szeretném hangsúlyozni, hogy itt vagyunk, nem csak a világos dolgokkal kell foglalkozni. Nem azt mondom, hogy reggeli nem jó, hogy a ruhák nem jó, az unokánk, a gyermekek nem jó. De nem ezért kell, nem ez a legfontosabb dolog az életünkben. Mert ha van házam, van az autóm és a gyermekeim, és nem ismertem el Isten az életemben, az életem nincs értelme. És nem kell halogatni ezt az Isten elismerését az életünkben. És ma van lehetőségünk. Talán nem lesz holnap. Ki tudja, mit lesz holnap. Azért ma be kell vallanunk, hogy szükségünk van Istenre. És hozzá kell fordulnunk. Azt kívánom mindannyiunk, hogy Isten adjon hitet és erőt, A szívünkbe fogadni ezt a felszólítást, hogy vele éljünk örökön, öröki a mennyországban. Amen. Drága mennyi atyánk, hálás szívvel fordulunk hozzád, mert adtál ilyen lehetőség, hogy tanuljunk a te szent ígédet. Kérjünk, hogy add nekünk a szent erőt, hogy tudjunk befogadni és tudjunk betartani mindent, amit hallgatunk most. Segíts, hogy jó keresztények lehessünk. A sátán hevesen támad bennünket, mert nem akarja, hogy veled éljünk a mennyországban. És gyengék vagyunk, képtelennek vagyunk, maga tehetetlennek vagyunk. A nélküle nem tudunk semmit csinálni. Azért kérünk, hogy légy velünk, segíts, hogy áhatatosak maradhassunk életünk végig. Tedd bennünk áldottá és alkalmassá a te szolgálatra. Köszönjük szépen, hogy mindig hajlandó vagy velünk lenni. És kérünk, hogy légy velünk egész majlap program, mindent, amit fogunk csinálni. Hogy tudjunk megfelelően és az utasításai szerint viselni, csinálni mindent. Köszönjük szépen, hogy hallgattál imánkat.
Krisztus nevében fordultuk hozzád. Amen.